Itt még csak mértek, számoltak a szakemberek. A felvételek tavaly nyáron készültek a Nagykállói iskola kollégiumában. Ekkor kezdődött el a beruházás, az energetikai korszerűsítés néhány hete áprilisban ért véget. A teljes épület részt, mármint ami a kollégiumot illeti, tehát a kollégiumnak a részét tudtuk teljesen felújítani. Hőszigetelést kapott, utólagos külső hőszigetelést kapott az épület. A nyílászárókat tudtuk kicserélni, a fújtést korszerűsítettük, illetve hát az energiahatékonyságnak a jegyében, a megújuló energiaforrásoknak a tekintetében is igyekeztünk lépést tenni, és így napelemek is kerültek az épületre. A fejlesztésre egy 300 millió forintos nyertes pályázat adott lehetőséget, melyhez a fenntartó egyházmegye 50 millió forint önerőt adott hozzá. A magasabb energetikai besorolással hatékonyabb, vagyis olcsóbb lesz az épület üzemeltetése. Úgy számolnak, hogy nagyjából meg is feleződhet a fűtési költség. A görög katolikus egyház máshol is tervez hasonló beruházást. Nekünk ugye az egész egyházmegyére figyelni kell, a többi intézményünkre is figyelni kell. Nagy valószínűséggel Nagykállóban hasonló beruházás nem nagyon fog mostanában történni, bár terveink, gondolataink vannak másra természetesen. Ugyanakkor Keuphos beruházásaink más iskolánkban, például a Mária Pucsi általános iskolában, illetve a szociális intézményeinkben is folynak, például a Hodászi intézményünknek a teljes energetikai felújítása is mostanában történik, nem olyan túl sokára annak az átadása is meg fog történni, de más idős otthonainkban is igyekszünk ezeket a beruházásokat megtenni. A négyszintes kollégium 1975-ben épült, így ráfért már a felújítás. A Nyíregyházi Egyházmegye 2017 óta fenntartója az intézménynek.